Ebben a mai videóban a cinkhiány tüneteiről, a cink hatásairól és a cinkpótlásról lesz szó. Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárd. A cinkről azért kell egyre többet beszélni, mert a modern mezőgazdasági termelés következtében világszerte jelentős mértékben csökkent a talajban, a növényekben a cink mennyisége az elmúlt évtizedekben. Ennek számos oka van, köztük az egyik, hogy a glifozát a tömegtermelésben és a GMO-s gazdálkodásban legtöbbet használt permetszer blokkolja a cink felszívódását a növényekben. Másodszorban pedig azért is fontos beszélni a cinkről, mert az immunrendszerünk működésében fontos feladatokat ellátó nyomelem. Jelentős szerepe van a sejtmembránok egységének a fenntartásában, illetve javítási funkciókban. A cink, mint a legtöbb nyomelem, számos enzim működéséhez is szükséges, több mint 1000 enzimhez. Így kulcsfontosságú az anyagcserénk és az emésztésünk szempontjából is. A cinkhiány leggyakoribb jelei az immungyengeség, hasmenés, IBS és a hajhulás vagy a hajszálak elvékonyodása. Ez azért van így, mert a cinknek fontos szerepe van egyrészt az új hajszálak növekedésében, illetve a sebek regenerálódásában is. Mindezeken túl a növekedésben is jelentős a cink szerepe, így például terhesség és szoptatás alatt is fontos odafigyelni a cink szintjére. A következő fontos tudnivaló, hogy az érzelmi stressz cinkhiányt okoz, tehát ha gyakran van jelen az életedben az érzelem indukált a stressz, az olyan hormonális változásokat idéz elő a testünkben, mely jelentősen csökkenti a cink mennyiségét. A cink jelentőségére utal az is, hogy nagy koncentrációban az agyunkban fordul elő, elsősorban az amigdala környékén, illetve a hipokampusznál, ez ugye az előagynak egy része. A cink pótlásának legjobb természetes módja a csonthéjas tengeri ételek fogyasztása, mint kagyló vagy osztriga, de lássuk be, hazámban kicsi az esély arra, hogy rendszeresen elegendőt fogyasszunk belőlük. További cinkforrások a tökmag, a kendermag, a csicseri borsó, kakaó, kesudió, az állati eredeti ételek közül pedig a bárányhús és a marhahús. Cink készítmények esetén nem annyira fontos a cink kötése, jó a cink glükonát, a cink pikolinát és a cink orotát is. Nézzük most meg, hogy mikor érdemes cinket pótolni. Az első az immungyengeség. Ha gyakran vagy megfázva, influenzás, ha immunproblémáid vannak, illetve pollenallergia esetén is ajánlott a cinkre is gondolni. Ahogy korábban említettem, a nyomelemek közül a cinknek van talán a legnagyobb szerepe az immunrendszerünk működésében. Úgy is mondhatjuk, hogy egyfajta természetes antibiotikumként működik a szervezetünkben. A Candida gomba világít rá nagyon jól arra, hogy mennyire fontos a cink az immunrendszer számára, ugyanis ha elszaporodik a Candida, elkezd ugye számos nyomelemet felhasználni a szervezetünkben, és legnagyobb mennyiségben a cinket használja fel. Ezzel ugye gyengítve az immunrendszert, azért, hogy ugye csökkenjen az immunrendszer esélye arra, hogy megszabadítsa a testet a kandidától. A cink segítségével a testünk gátolni tudja egyes vírusok működését is, főként a megfázással összefüggőket, illetve az orr-nyálkahártyát érintőket. Ha megfázás elején elkezdesz cinket pótolni, nagy eséllyel lerövidítheted a regenerálódási időt. A cink mellé nagyon jó immunerősítők még a fekete bodza, az echinácea vagy bíborkasvirág, a manukaméz, az olajfalevélpréslé és a mikroalgák. A második fontos hatóterület a cinknek, ahogy az elején is említettem, az egyes enzimek előállítása. Nagyon sok olyan enzim van a testünkben, amelynek előállításához cinkre van szükség. Az egyik ilyen fontos enzim egy olyan enzim, ami a testünkben lévő különböző részek pH értékét szabályozza, tehát ez az enzim a hatással a gyomor, a vér, a húgsav pH értékére. Így például, ha a tested valamelyik részében az ideálistól eltérő lesz a pH érték, mondjuk labor eredmények alapján, gondolhatsz arra is, hogy cinkhiány van a háttérben. Itt is fontos azt megemlíteni, hogy ha gyenge a gyomorsava, tehát nem elég savas, például ugye ha savcsökkentőt szedsz, akkor ugyancsak cinkhiány alakulhat ki a szervezetünkben, mert ahogy a legtöbb ásványi anyag és nyomelem felszívódásához, úgy a cinkhez is kellően erős, kellően savas gyomorsavra van szükség. A gyomorsav erejét erjesztett ételek rendszeres fogyasztásával, például savanyú káposzta, illetve emésztőenzim és szüretlen almaecet rendszeres ivásával tudod erősíteni, de az is fontos, hogy jól megrágjuk
az ételeket. A harmadik a pikkelsömör, akné, ekcéma és dermatitis. Ahogy említettem az elején, a cinknek fontos szerepe van a sebek gyógyulásában, így az ilyen lényegében külső sebekkel járó problémák esetén is kimutatható az alacsony cinkszint a beteg testében. Ha megnézed az ezen problémákra ajánlott külső szereket, akkor 10-ből 9 esetben jelen van a cink is az összetevők között. A cink hatása van a haj és a körmök növekedésére is, tehát ha például lassan nőnek a körmeid, ugyancsak érdemes a cinkpótlásban is gondolkodni. A negyedik a fekélyek, mind külső, mind belső fekélyek esetén általában alacsony a cink szintje a testben, tehát gyomorfekély, bélfekély, szájfekély, lábszájfekély esetén is gondolni kell a cink pótlására. Mind külső, mind belső fekélyekre cink szulfátot, illetve cink karnozint ajánlott bevinni. Az ötödik a depresszió, súlyos cinkhiány gyakran okoz depressziót, így ha depresszióval küzdködsz, próbálj meg cinket is pótolni. A dopamin az elégedettséget és a boldogságot kiváltó hormon cinkhez kötődik, tehát használja a cinket a működése során. Itt is fontos odafigyelni a gyomor kellő savasságára, hogy az elfogyasztott cink az fel is szívódjon rendesen. Tehát itt is még egyszer kihangsúlyoznám, hogy fontos a jó emésztés, az erős gyomorsav. Idősebb korban is ajánlott a cinket pótolni, ez a hatodik eset, mivel az életkor előre haladtával csökken ugye a tápanyagok felszívódása, a hasznosulási képessége a bélrendszerben, ahogy az előbb említettem. 60 év felett már jelentősen mértékben tolódhat el a gyomor pH értéke lúgos irányba, tehát ilyenkor például almaecetet inni nagyon hasznos tud lenni ahhoz, hogy a cink és más mikrotápanyagok beépüljenek a testünkben. A hetedik és egyben utolsó fontos probléma terület, ahol a cink segíteni tud, azok a férfiaknál prostatával, illetve tesztoszteron működésével kapcsolatos problémák. Az agy említett részei mellett kiemelt mennyiségben van a cinkből a prostatában is, illetve a spermák is nagy koncentrációban tartalmaznak cinket. Férfiaknál az alacsony cinkszint tesztoszteron szint csökkenéshez, illetve a termékenység csökkenéséhez is vezethet. Tesztoszteron, illetve meddőségi problémák esetén is fontos tehát a cinkpótlásra is gondolni. Bízom benne, hogy érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokba, hogy mások is tudjanak róla. Ha még nem iratkoztál fel, kattints a piros feliratkozás gombra, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasznos videókról. Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!